Sziasztok, na jó, 12 vagyok. A tankunk egy T-30-as, parancsnoka pedig kedves barátom Morfeló, aki sajnos már nincs többé velünk. Hamarosan az ő emlékére Botinfón egy nyereményjáték indul. Érdemes ezen részt venni mindenkinek, hiszen nagyon értékes ajándékot nyerhetünk. Ez részben magánszemélyek, részben pedig a maga a Wargaming, a World of Tanks játék üzemeltetője, működtetője ajánlotta fel. Jó pár hónap eltelt, amióta elment közülünk. Nagyon sokat játszottam vele, és nagyon sok embert ismerek, akik ugye együtt küzdöttek vele szakaszban. Ugye nekünk nagyon nehéz elfogadni, ami megváltoztatlan, de megadatik a lehetőség, hogy valamilyen szinten ápoljuk az ő emlékét. Egy igen kiváló fiatalemberről volt szó, aki azt hiszem, hogy nagyon szép reményekkel állt a jövő elé, nézett a jövő elé pontosabban. Igen értékes embernek sikerült őt megismernünk. Mégis eltávozott, de nem felejtjük, és amíg nem felejtjük, addig mindig közöttünk van. Tehát nézzük ezt a csatát, ez egy T-30, mint ahogy említettem, a térképünk Overlord is 48% esélyt kaptak a győzelemre. Egyszer már sikerült menni egy ilyen T-30-as csatát, ráadásul velem, ami már kikerült a csatornára, javaslom, akit érdekel ez a tank, nézze meg azt a videót, hiszen az is egy nem mindenki csatáról szól, legalábbis Morfeló részéről, hát én igazából csak megjelentem, de így, mint hogy mondani szokás, az ünnepfényét nem nagyon emelte az én jelenlétem. De nézzük, az első lövés eldördült, és ez sajnos csak egy valamilyen kritikus sebzés volt, akár egy track, vagy nem is tudom, hogy mit lőhetett el. Igazából be is adhatta volna ezt a lövést, hiszen 750 átlag sebzéssel rendelkezünk, 155-ös ágyút tettek erre a T-30-asra. Paramétereiben körülbelül megegyezik a T-34-esével. Hát ez már ment a Spitznek, és a Ru pedig egy 236-ot küldött a tank elejébe. Tehát paraméterben megegyezik a T-34-essel, talán a toronypáncél egy picit erősebb a T-34-nél. Ugye ez meglepő, a T-34-nek a tarkó része egy kicsit vastagabb, az majdnem duplája, mint a T-30-é. Tehát a T-30-nak a hátsó torony részét nyugodtan lőhetitek a T-34, ez nem biztos, hogy be fog menni, hiszen ott 200 fölötti a páncél, ennél pedig csak 100 mm. Ha nézzük a spitzet, 8-10 a HP-ja, elméletileg az egyetlen egy lövés lenne. Elméletileg, de 751-et adott, tehát éppen az átlagsebzés fölött egy nagyon picivel. És 59 HP maradt még a spitzbe. Ezt a KV-5-ös viszont leszette róla. Nézzük, egy T-34-es van előttünk, a többiek szép lassan átmozogtak a másik oldalra, gondolok itt az AMX-re. Ugye 3-3 arta mindkét oldalon, az artik ugye nagyon meg tudják nehezíteni az ember életét, főleg az ilyen nyílt terepen, akire bizony fókusz lőnek, annak annyi. Na nézzük, hogy ki fog itt várakozni. Ugye, ahogy gondoltuk, a T-34-es az bizony itt van. 759-et kapott, ő pedig eldőtt fölöttünk. A T-34-es tolati 12-vel tud, 12 km per órával, természetesen virtuálisan, mi pedig 10-zel, hát egy nagyon picit jobb ebben is. Hódulékonyság 22 a test és 18 a toronyé. A sebesség előre pedig 35 km per óra, tehát medeket üldözni nem igazán tudunk vele. Az AMX-30 itt a kanyaron túl. De még teljesen full HP-n. Az RHM az úgy néz ki, a töltésen túl, tehát az nem veszélyes ránk. Minden igaz. Na, az Arta megkínált a 330-al. Az AMX-et 778, na ez már egy emberesebb lövés volt, és 389-et kaptunk az IS-3-astól, aki már a bázisunkon van. Ugye ő végig jött a kettes soron ott lent.
igazából tőlük nem ment oda senki, már nem is nagyon lehet ott harcolni igazából. Legalábbis én azt gondolom, én még amióta ezen a térképen játszok, nem mentem oda le. Az AMX valamiért nagyon rábambult arra, hogy kiszedje az M40-est, és nem is figyelt arra, hogy közben Morf pedig bekerült a háta mögé, és szépen oldalba vágta. Is 3-as van, fedezék mögött van, most egyetlen egy lövésnyi volt. 4468 sebzésnél tartunk, az előbb az Arta már lőtt egyet, most lőtt a másik. A Stúr Emil pedig szakaszban van a két nagyobb Artival, a két 8-assal. Tehát amerre az mozog, bár most igazából túl sok spotterük már nem maradt, tehát a Stúr Emilnek kell felderíteni, és ezt meg is teszi, miközben felajánlja az oldalát egy lövés erejéig. Hát nézd, egy kicsit a világtartó játszott. És a nagy számok törvénye szerint, aki mellé sokszor lőnek az Artik, azt előbb-utóbb el is fogják találni, és ez meg is történt, 339 lett szegényebb. Oda lett a tüzér is, akit ugye meg kellett javítani, illetve meg kellett javítani a tankot, hogy mielőbb elmozogjon, nehogy véletlenül a következő lövedék pedig a garázsba küldje. Na, hát a Stúr Emil úgy látszik egy kicsikét berágotta az Artis csapattársakra, és elárulja a pozícióját. Továbbis valami hasonlót tett. Ugye ezt fogják majd hamarosan megszüntetni, ne lehessen az ellenféllel kommunikálni. Ne szólíts fel a szembe lévő cimborákat, hogy gyerekek, nekem kellene 8000 lepattanó, ha lehetne, ezt oldjuk meg. Illetve ne áruld el a csapattárs egy pozícióját, csak azért, mert haragszol rájuk. Na és meg is jelent az egyik arc, 360 mehetett a garázsba. Az a szép ebbe az ágyúba, hogy a legtöbb tankot, az ilyen artiféléket, azt egyetlen egy lövéssel kiszeded, egy mednek, vagy egy lightnak, vagy akár lőni kell rájuk kettőt, hármat is, miközben fennáll a veszélye, hogy nem az Arta megy haza, hanem akár az ő támadó med, hiszen az Artinak is van esélye arra, hogy lőjön. Valamelyik ugye ide blindolt, azt gondolták, hogy majd ott fog szépen felballagni, hát szerencsére nem így történt. Na akkor beszéljünk a tankról, testpáncélunk 102 előről, 76 oldalról, 51 hátulról, a torony 279 szemből, 127 oldalról, és mint már említettem, 102 hátulról. A 155-ös ágyú paraméterei 276 az alaplőszer átütése, 320 az APCR-i és 90 a repeszlőszeri, 750-es az átlagsebzésünk, tehát a repeszé lehet 950. Töltési időnk 20, illetve 16 másodperc között alakulhat. Célzási időnk 2,7 és 2,3 között. Pontosságunk 0,35 és 0,32 között. Ágyúsüldésünk mínusz 10 és plusz 15. A látótávunk 3,80, amit esetlegesen 5,44-re tudtok javítani. Felszerelésnek a leggyakrabban ajánlott a töltésgyorsító, a célzásgyorsító, a ventilátor, vagy pedig periszkóp, ez kinek mihez van kedve. Képességnek választhatok javítást, átszállt biát, hatodik érzéket, helyzetfelismerőt és biztonságos elhelyezést. Ebből arra következünk, hogy amórekre hajlamos. Úgy látszik, ezért is választják a biztonságos elhelyezést. Ugye ha ezen a részen nincs az az egy Art, akit még nem láttunk, méghozzá Szu, akkor már csak előrébb lehet. Ugye most nem tudjuk, hogy igazából mi történhet a két térképen szereplő Artival, az FP-vel, illetve az M40-essel, hogy lőttek-e egymásra, vagy pedig céltévesztett. Az a lényeg, hogy a Szu kiszedte az amerikai Artinkat, és ezáltal ugye mind a ketten a bázis irányába roboghatnak, hát legalábbis gondolom, hogy arra robognak. Jelen pillanatban 840 az ellenfél HP-ja és 686 pedig Morfelóé.
közben hallgathatunk egy kis zenét. Direkt választottam egy kicsit vidámabb muzsikát, hiszen Mortal Hollandból egy nagyon jó természetű vidám fiú volt. Nagyon ritkán káromkodott. Ha együtt játszottál vele, akkor nagyon szépen elmagyarázta, hogy mit kellett volna tenned, és végtelen türelemmel tudott még az olyanokkal is játszani, mint én vagyok. Léptem nyomom, elrontották a dolgot. Ha azt mondta, nem gond, majd akkor én lehozom, és legtöbbször úgy is történt. Na itt ez a SU. 410-et kapott. Ugye a 322-es klánnak volt a tagja, hogy ez a klán nem CV-zik, vagy pedig nem játszik erőcsatákat, viszont nagyon kiváló játékosokat toboroz maguk közé. És ő de felvételt nyert. Pár csatát játszott a 322-esek, és azután meghívták őt, hogy jöjjön közéjük. Nagyon ügyel arra, hogy úgy jusson el a bázis közelébe, hogy ne nagyon döntsön fel semmit, hiszen létezik olyan mód, amelyel térképen jelzi, hogy merről érkezik az ellenfél. Hát ugye, hogy hol lehet az FV, az nem kétséges, a ház mögött ugye a bokor valamennyire még takarja, de miért megszűnik róla az álca. Elveszik az álcát, már pedig mi is történt, mehetett is a garázsba. Nézzük, hogy ez mit ért Morfellónak. Ez egy tankászt, egy paszkocsit, egy nagy kalibert, illetve egy Top Gun-t. 6083 volt a sebzés és 7 volt a frag. Morfelló nevében köszönöm a figyelmeteket, vigyázzatok magatokra, na jó, 12 vagyok, szervusztok!